A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. A hagyományokhoz hűen ezúttal is megszólítjuk a kulturális élet mindennapjairól beszámolni tudó első számú vezetőket, természetesen a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ igazgatója Juhász Zsófia és szakmai vezetője Igaz Krisztina a vendégünk. Köszönjük a meghívást. Örülök, hogy itt vagytok velünk. Nehéz év volt ez mindenképpen. Talán kezdjük ott, hogy az elmúlt esztendő a koronavírus járvány okán is meghatározta a mindennapjainkat, majd jött az orosz-ukrán háború, erről is kell, hogy szó essék, a gazdasági válság, recesszió, infláció és így tovább. Azt hiszem, hogy ez egy olyan intézmény számára, amely számtalan kulturális intézményt gondoz, azért ez fontos. Ugyanakkor egy kicsit tekintsünk vissza, hiszen amikor megalakult ez a kulturális központ, akkor rendkívül határozott elképzelésekkel kezdtétek hozzá a munkához. Ez ugye az elmúlt esztendőben volt, tehát 2021-ben, és az idei év volt az első teljes év. Tehát az első kérdésem mindjárt az, hogy azok a határozott elképzelések megvalósultak-e, amelynek mentén nekiálltatok. Egy kicsit kapcsolódnék a bevezetődhöz, hogy nehéz év volt, vagy nem volt nehéz év. Én egyébként nem éltem meg nehézségként, tehát a magam részéről, mint vezető, és azt láttam, hogy egyébként a csapatunk is élvezettel vetette magát bele a rendezvények sűrűjébe. Valóban voltak úgy nehézségek, hogy nyilván a Covid után visszacsábítani a közösségeket az intézményekbe, biztatni őket, hogy tényleg ez, ahogy kezeltük ugye a járvány idején a házakba való belépést, hogy utána pedig arra fogunk figyelni, hogy az ő biztonságukat garantált legyen egy házban, hogy fogunk arra figyelni, hogy a fertőtlenítést megoldjuk, ezekre folyamatosan koncentráltunk, de én azt láttam, hogy egyébként szívesen jönnek vissza. Nehezen is szoktak le egyébként az intézményről, tehát nehezen fogadták el, annak ellenére, hogy már mindenki maszkba járt, és betegek voltak, és bár az oltások ugye elindultak, ők mégis abba bíztak, hogy ez csak egy ilyen kis átmeneti állapot, és akkor utána mi mindig újra együtt lehetünk, és aztán ugye mindenki szembesült vele, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, de ennek ellenére azt gondolom, amikor megnyitottuk újra a kapukat, szépen jöttek vissza. Nem mondom, hogy nem voltak lemorzsolódások, sőt voltak sajnos halálozások is a csoportokban, de úgy kicsit úgy összeszedték magukat. Tehát erre nem jött jól az általad említett helyzet, és hát ugye most is a bezárások nem tettek jót a közösségi együttléteknek, de igyekeznek, tehát érezzük rajtuk, hogy az, hogyha folyamatosan kommunikálunk velük, beszélgetünk, lehetőségeket kínálunk, más alternatívákat, akkor azért szépen ott vannak közöttünk. Hoztam egy idézetet tőled, ami nagyon-nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ez az alapja ennek a beszélgetésnek és a mindennapi munkátoknak. Úgy fogalmaztál, hogy hitvallásunk, hogy nem csak az igényeket szeretnénk kiszolgálni, hanem valamilyen módon formálni is. Ebben a teljes évben ez sikerült, ezt kérdezem mindkettőtöktől, hiszen rendkívüli felelősség a tiétek. Köszönöm, hogy felidézed ezt a gondolatomat, meg köszönöm, hogy emlékeztetsz is rá. Ez jó dolog egyébként, én is azt gondolom, hogy egy ilyen visszaidézés az én koncepciómból. Ez azért fontos, mert próbálom minden helyzetben tetten élni, hogy tényleg megvalósítjuk-e azt, amit én ígértem az igazgatói pályázatomban, és szép lassan, lépésről lépésről, de azt látom, hogy ez elfogadást nyert.
A formálással kapcsolatban én mindenképpen szerettem volna, hogyha a környezet egy picit úgy megváltozik, hogy tényleg az embereket el tudjuk csábítani, és akkor most igazából én a közösségi házakról beszélek elsősorban, mert a rendezvényeknek a csínyabénye ugye Krisztánál van, erről, mivel ő többet van kint az eseményeken, sokkal több emberrel találkozik, közvetlenebb a partneri elégedettségnek a mérése. Tehát én a közösségi házainkkal kapcsolatban az szent elhatározásom volt. Hát nyilván ehhez kellő támogatás is kellett, meg kell is majd, hogy valahogy a tereinket úgy megújítsuk, hogy amit említettem, hogy szívesen jöjjenek el az otthonaikból az emberek. Azért azt gondolom, hogy Fehérvár egy kiemelt helyzetben lévő város, és mondhatjuk azt is, hogy ugyanakkor meg közel van a főváros, és hogy az emberek szívesebben mennek néha szórakozni Pesten, mert hogy ott nagyobbak a lehetőségek, és szerintem Fehérvár esetében abszolút nem igaz. És a mi lehetőségünk pedig adottak ahhoz, hogy olyan koncerteket és olyan előadásokat szervezzünk itt a városban, és ez nem csak a mi intézményünkre vonatkozik, hanem a Vörös Marti Színházra is, a Székesfehérvári Balett Színházra és a Szimfonikus Zenekarra, hogy nem igazán látjuk azt az elmozdulást, hogy esetleg ez nézőszámba bármilyen módon érintene bennünket. Tehát minőséget adunk minden Fehérvár intézmény, és közötte mi is. Tehát én nekem mindig az volt, és emögött a hitvallásom mögött az rejtőzik, hogy lépjen ki a művődési házból, ebből a műfházas sztereotípiából. Tehát, hogy legyünk egy picit mi is innovatívabbak, legyünk egy kicsit pimaszabbak, menjünk egy picit vagányabb rendezvények irányába. Ne csak beszéljünk róla, hogy mi a fiatalokat meg akarjuk megszólítani, meg a mindenféle korosztályt elérni a rendezvényekkel, hanem ez legyen számokban mérhető. És akkor szegény Krisztára nézek, mert ugye van ez a majdnem kimondtam, de mondjuk az egy átkozott közművődési statisztika, ami viszont abszolút számokból áll, és én mindig figyeltem intézményvezetőként, hogy ezeket a számokat meg is mutassuk. Tehát ezek nem ex-hasra csapott számok, hogy én azt mondom, hogy nálunk volt mondjuk 15 koncert, és azon volt 3500 ember, vagy hogy tehát hogy ezek exakt számok, amik ebben a statisztikában vannak, és ezek bennünket igazolnak. És talán azt mondhatom, hogy a minőség is igazol bennünket, mert nagyon színvonalas koncerteket szervezünk, jó előadókkal, pont itt mielőtt eljött Krisza tájékoztatott, hogy a fekete listán már hányan vannak. Tehát akikkel egyszerűen azért nem szeretnénk együtt dolgozni a jövőben, mert egyrészt irreális árakat mondanak, másrészt pedig a minőség az sajnos nem ugyanaz, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, ugyanannál a zenekarnál, és az a tapasztalatunk, hogy egy picit hakni szerűbben közelít egy zenekar egy műsorhoz, és én azt gondolom, hogy Székesfehérvár pedig legyen igenis annyira büszke magára, hogy mondjuk ilyen produkciókat nem feltétlenül kell meghívnunk a városba. De ez nyilván egy tapasztalat. És akkor, hogy említettem, maga a rendezvényekről Kriszta tud egy picit bővebben. Hadd kérdezzek közben, ennek tükrében nagy kihívás volt az online térből visszatérni a közösségi térbe? Olyan elvek mentén, amit az imént a Zsófi elmondott, hogy hangsúlyos, nívós rendezvények legyenek, olyanok, amelyek vonzák a fiatalokat, illetve nyilván minden korosztályt, plusz helyet találni értelemszerűen azoknak a közösségeknek is, akik meghatározzák a város közműves életét. Még mielőtt a Kriszta megszólal, csak én azt szeretném mondani, hogy én magam, és ezt vállalom, én nem hiszek ebbe az online térben való közösségi eseményben. Tehát, hogy ez nem, szerintem nem alternatívája annak, hogy a közösségek együtt legyenek. Az már sokkal jobban, amit a művészkorzón csináltunk. Tehát, hogy tehát ott voltunk a közönséggel, de nem kontaktban voltunk, hiszen vittük a lakótelepekre, vittük a kertvárosi részekbe a programokat, tehát én abban sokkal jobban hiszek. És ezt nekem nem tudja senki bebizonyítani, hogy egy kiállítás egy online videóval ugyanazt az élményt tudja jelenteni, mint hogyha kitesszük csak egy más installáción a képeket, és nem kell nekünk egy művödési házba összejönni, de ott meg tudják nézni az emberek. Tehát akkor is
az a kommunikáció, ami nem igényli, szerintem nem igényli ezt az online teret, de ez csak az intézményünk szempontjából lévő műsorokra, programokra értem. Mondom. Nos? Hát szerintem mindenkire vonatkozik ez, hogy sokkal fontosabb az, hogy együtt legyünk, egy térben legyünk, egy közösségben legyünk, és amit kérdeztél, hogy nehéz volt-e visszatérni az online világból, nem. Sokkal könnyebb volt visszatérni a személyes kapcsolatokhoz, és azokhoz a rendezvényekhez, ahol együtt lehetünk, mint bevinni ezeket online térbe. Az óriási kihívás volt, hogy hogyan tudunk úgy, akár online módon kapcsolatba lépni az emberekkel, ami nekik is értéket fog hordozni. Ezért ezt inkább kevésbé használtuk, amit a Zsófi is említett, a művészkorzót, kimentünk a kültéri kiállításainkkal, vagy kültéri megemlékezéseinkkel kiállítás formájában az emberek közé, akár legyen az egy költészetnapi vagy kultúranapja. Ilyen kis tavalyi évben pont egy játékot hoztunk létre, ahol a himnusz részleteit kellett megkeresni különböző helyszíneken. Tehát más az az online tér, ahol csak valaki ül egy számítógép vagy egy tévé képernyő előtt, és lát valamit maga előtt. Ez lehet a jövő útja egyébként, tehát az innovatív, az a gondoskodó tisztelettel felépített rendezvénysorozatok, amelyek jellemzőek voltak Székesfehérvárra, és a ti megjelenésetekkel ez még inkább erősödött, én azt látom, mint a kultúrával foglalkozó ember, és ez jószerivel minden rendezvényre vonatkozik. Melyek voltak a fő csapásirány most az idén? Hiszen nyilván a nagy nemzeti ünnepeket azt tudjuk, hogy az miként működik, az egy kicsit más, viszont a kiállítások, koncertek számtalan újdonsággal is találkozhattunk. Kiállításokkal, nagyon innovatív kiállításokkal is új témákat hoztunk be a kiállításokba, bár nem csak arról szól, hogy egy képzőművészeti kiállítást létrehozunk, hanem dizájnerek, formatervezők, bútortervezők kiállítás, cipőtervezők kiállításait hoztuk el, színházi előadásokat is a Déri Nép programnak köszönhetően, azért ez nagyon nagy segítség volt a közművelődésben dolgozó szakembereknek szerte az országban, hiszen egy támogatás segítségével kifejezetten nagyon jó minőségű előadásokat tudtunk nagyon jó áron és nagyon megfizethető áron hozni az érdeklődőknek. Jazz koncert sorozatokat hoztunk vissza, nagyon sok mindennel készültünk, és szinte felsorolhatatlan ment, ahogy mondtad, a nemzeti ünnepeken és a nagy rendezvényeken kívül, és ha már a statisztikáról beszéltünk, mielőtt idejöttünk, én összeszámoltam, hogy 268 rendezvényünk volt az év során. Tehát, hogyha kiszámoljuk, hogy tudjuk, hogy hány nap van egy évben, a kollégáink nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ezek akár legyen az kiállítás, egy közösségi program, egy városrészi piknik, vagy egy nagy rendezvény, vagy egy kisebb koncert, vagy gyerekprogram, hogy ez mind eljuthasson az érdeklődőkhöz. És ami még ugyanígy is statisztikailag egyértelműen mutatja, hogy szüksége is van a tevékenységünkre, és hogy szeretnek is minket, és egyre többen járnak hozzánk, hogy nagyon sok rendezvényen ki kellett rakni még idő előtt a teltházas táblát. Arról nem beszélve, hogy több mint 70 közösség és csoport van Székesfehérváron, akik ebben a 8 vagy 10 háza közösségért csoportot, tehát igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat. Őket miként lehet nívósan kiszolgálni, hiszen esztendőről esztendőre azért az elvárás számukra is, hogy olyan helyekre tudjanak folytatni a klubrendezvényeiket, illetve az összes többit. Ebben mennyit segít az, hogy sikerült egy csomó felújítást is elvégezni? Az Öreghegyi Közösségi Háznál számomra a példa, de ugyanígy hozzátartozik a volt szabad művelődés háza, tehát a központ fantasztikusan néz ki. Igen, a európai, 21. század. Én is úgy gondolom, az Öreghegyi Közösségi Házunk az biztos, tehát te is sokat jársz Európa más országába, én is sokat járok körülnézni, hogyha van egy fesztivál, akkor valahogy egy közösségi térbe bejutunk, és én azt gondolom, hogy az a ház tényleg most úgy néz ki, ami elvárható a 21. században. A kettő épület között az az óriási különbség, hogy az Öreghegyi Közösségi Házra
fordítottunk úgy, tehát az egy jelentős többlettámogatás valósult meg az önkormányzat jóvoltában. A központi épületünk pedig nem tudom elhanyagolni, és nem is akarom, hogy nem mondjam ki, de Szili Zsuzsinak a kreativitásának köszönhető. Tehát tulajdonképpen ott a falak nem változtak, csak annyiban, hogy ráhúztunk egy matricát, vagy elétettünk egy installációt, lecseréltük a bútorokat, a sárga falat megpróbáltuk már lefesteni fehérre vagy feketére, tehát ott kicsit más jellegű változások voltak. De hogy tudjuk egyébként a csoportokat és egy kicsit az innováció irányába elmozdítani, ez pontosan az őket körülvevő környezet tudja motiválni, hogy ők is valamilyen módon változzanak, valakinél ez könnyebben el lehet érni, valakinél kevésbé. De én azt gondolom, hogy ugye nem csak a mi közösségeink veszik igénybe ezeket a házakat, hanem vannak bérlők, ugye, akik nem is szeretem őket bérlőknek hívni, mert nem is itt tekintünk rájuk, és erre pont a nagy rendezvények segítenek bennünket, hogyha egy tánc együttes, vagy egy táncklub, vagy egy táncformáció rendszeresen ott próbál a házainkba, tehát kvázi bérlő, de mi arra figyelünk, hogy ugye nekik bemutatkozási lehetőség is kell. És erre meg a mi rendezvényeink a létező legjobb alkalmat kínálnak, tehát úgy tudjuk a színpadjainkat is maximálisan kihasználni, hogyha nekik bemutatkozási lehetőséget. De én ezt mindig elmondom, hogy azért a színpadnak farkas törvényei vannak, tehát hogy az a produkció fog oda kerülni a közönség elé, ami igényes, ami nívós, és erre ez valahogy ez a színpad és a próbák, és ez az egymásra hatás, hogy nem csak céltalanul próbálunk, hanem vannak Fehérváron plusz bemutatkozási lehetőség, ez az egymásra hatás, vagy szinergia, ez őket, saját magukat is motiválja, hogy még többet, még jobb legyek, mert a múltkor a Lecsón ilyen produkció volt, akkor nézzük meg, hogy jutunk be a királyi napokra, Slőn, a királyi napokon is felléphettünk, tehát hogy ez egy jó motiváló tényező nekik. Tulajdonképpen, ha megnézzük, a Töpörtyüktől a Szépkorú, akik mindenki otthonra találhat. Itt, ha a kiemelt rendezvényeket nézzük, akkor nyilván nem lehet okunk panaszra. Ugyanakkor most oltatom is kell, hogy szó essék arról, hogy a bezárások milyen problémákat okozhatnak, hiszen ez elkerülhetetlen, és azt hiszem, hogy sokan kíváncsiak arra, hogy milyen terveket szőttök, hiszen most, hogy a művelődési házak zöme bezárt, azt hiszem, hogy ráadásul egy olyan időszakban, amikor megszokhattuk, hogy azért télen is vannak falsós rendezvények, ez nehéz feladat ezt megélni, átlépni ezen. Hát ilyen szempontból mi szerencsések vagyunk. A 10 telephelyből azért 2 hívjuk telephelyeknek, vagy művelődési házaknak, 2 működik. Tehát a központunk a Csónakázótó partján folyamatosan működik, és pont ez az épület az, ami elég nagy ahhoz, hogy nagyon sok olyan csoportot is be tud fogadni, akik kiszorultak a többi házból. Tehát a csoportok és a szakkörök, a klubok működése azért, még ha kis nehézségekkel is egy pici kompromisszummal, mert nem olyan teremben, de azért próbálunk mindent megoldani. Az András kollégánk ezzel foglalkozik, nagyon ügyesen és okosan próbálja beosztani, hogy mindenki megtalálja a helyét, és ez a ház nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a rendezvényeinket is megtartsuk. Lehet, hogy nem úgy, mint eddig, mert azért 10 házban vagy 10 épületben megtartani folyamatosan programokat egészen más lehetőséget kínál, és egészen más feladat, mint összpontosítani egy épületben, de mivel ez az épület nyitva lesz, és mindenki előtt nyitva áll, itt készülünk programokkal, csak úgy, mint a Barátságmoziban is. A munkatársak miként fogadták a szűkült lehetőségeket, hiszen nyilván mindenki otthonában van, második otthonában a saját, ha úgy tetszik, saját közműves intézményében, és most pedig egy kicsit változott a helyzet, sőt nem kicsit, mondom én. Kihívás, de azért ne felejtsük el, hogy ugye egy december mögöttünk van, tehát azért az, hogy a közösségi házakban
a programjánk száma csökkent, attól függetlenül az utcai programok, és akkor ezt mondom, hogy, ugye, hogy fontos tudni, hogy az ablaknyitás, ami ugye minden nap 17:30-kor volt, ezt ugye a kollégáimnak ugyanúgy le kellett bonyolítani. Tehát azok kis rendezvények. Tehát most Kriszta mondta ezt a 200, mennyit mondtál? 268. 268, azért ha ezeket szépen lebontogatjuk, és aki szervezéssel foglalkozik, azért tudja, hogy az, hogy egy ablaknyitáson mondjuk egy vagy két műsorszám ott legyen, hogy annak a technikai háttere rendben legyen, hogy a fellépőnek öltöző legyen, hogy teája legyen, hogy hova rakja a hangszerét, tehát ezek olyan gondoskodást igényelnek, tehát a decemberben erre koncentráltuk. Most van egy felszabaduló idő, és ezt mindig azt mondom, Anita és Nóri kollégám, akik a titkárságon dolgoznak, meg ugye Krisztával, Ágival és Kenyér Ágival is mindig ezen kuncogunk, hogy azt szoktuk mondani, hogy majd, ha lesz időnk, ezt megcsináljuk. Hát most azt gondolom, hogy kell is, hogy legyen időnk. Tehát ez a szerencsehozó lencse után nekünk azért a következő nagy kiemelt esemény a március 15-e. Ami városi nagy rendezvény, de ugye előttünk van még a kultúra napja is. Petőfi évforduló. Így van, a Petőfi évforduló, tehát nagyon sok programra készülünk, és ahogy kérdezted a kollégákat. Tehát a kollégák most erre az egyházra koncentrálnak. Jó gazdaként odafigyelnek arra, hogy az ő bezárt házukban is minden úgy menjen, tehát takarítás megvan, azért ott rendet lehet rakni a benti cuccok között. Tehát, hogy amik így szanaszéjjel vannak. Tehát a dokumentációkat most még kicsit összépszedni, mert nagyon sok van, de ugye egy szervező kollégához és egy marketingeshez tartozik például a központ. De most már dolgoznak a többi szervező is, akinek van saját háza, vagy külön nagy rendezvénye, ők is bedolgoznak a központi rendezvényekbe. Tehát mint ahogyan a kluboket, szakköröket és a csoportjainkat összpontosítjuk ebben a 3 hónapban a központba, így a rendezvényekből is nagyon sokat ide összpontosítunk. Meg hát egy hetet hét játékfesztivállal nem úgy kell, hogy március 31-én nyitnak a házak, és akkor na, akkor gyerünk rajta. Tehát, hogy ezek nem ugyanúgy kell előre tollat kell dolgozni. Jövőkép. 2023, nem tudjuk, hogy milyen esztendő lesz, viszont abban bizonyos vagyok benne, hogy szakmailag felkészültetek arra minden esetőségre. Vannak-e olyan programok már, amelyek bizonyosan újdonságot hoznak, illetve hát a tradícióknak megfelelően nyilván meg lesznek? Március 15-éről Szőrmentén már beszéltünk. Ahogy mondtad is, ez egy nagyon érdekes év. Mert amiről még nem igazán beszélünk, hogy most ugye tél van, de jövőre is lesz tél. Tehát, hogy ezek a nehézségek, ezek valószínű, hogy ezért nem illannak el, azért, mert átlépünk egy új esztendőbe. Nyilván nekünk már van rendezvénytervünk, hiszen az intézmény költségvetését az alapján terveztük meg. Ha arra kérdezel rá, hogy hordoz-e újdonságokat, olyan különösebbeket nem, mert be vagyunk most egy picit mi is korlátozva. Azt próbáljuk megtartani, amit szépen felépítettünk, amik tradicionálisan most már tényleg így a városlakok részéről elvárt esemény, tehát hogy erre tényleg olyan igény van. De nyilván meg kellett húznunk a bizonyos határt, és azt mondani, hogy lehet, hogy ezek a dolgok mondjuk egy királynap esetében nem biztos, hogy bele fog férni, de nagyon igyekszünk azon, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki, és hát ugye azt azért tudjuk, hogy ez a január, február, március, ez a minden közművelődési intézményben dolgozó ember tudja, hogy ez a pályázati időszak. Tehát nem biztos, hogy egyébként országosan olyan sok pályázat lesz, de mi azért megveszekedetten küzdünk azért, hogy ahomilyen lehetőség van, oda benyomjuk az intézményt, és szerezünk többletforrásokat. És hát azért akárhogy is vesszük, ebben a nehéz időszakban is vannak még mindig mecénások, vagy olyan vállalkozások Székesfehérváron, akik azt mondják, hogy nekünk fontosak ezek a rendezvények, fontosak, mert itt dolgoznak az embereink, és nekünk az a fontos, hogy amikor ők hétvégén kisétálnak a főutcára, akkor kapjanak élménybombákat, hogy utána hétfőn jókedvel, kiegyensúlyozottan menjenek dolgozni, és ezért ők hajlandók áldozni. Úgyhogy például a advent kapcsán két olyan nagy támogató is volt, akik tényleg milliókat áldoztak erre az eseményre. Tehát én azért ebbe is hiszek, hogy a partnerek nem csak kapnak, hanem adnak is, és nem csak adnak, hanem kapnak is. Igen, és ebben mi közvetítők vagyunk. Mondom én, hogy soha nem volt nagyobb szükség erre. Nos, hát én azt kívánom minden székesfehérvári kultúra kedvelő
ember nevében, hogy essünk túl a nehézségeken, legyen vége a recessziónak, az orosz-ukrán háborúnak, ne térjen vissza a koronavírus, és hát jó munkát, lesz dolgotok bőven, nincs kétségem felőle, és hát köszönöm minden székesfehérvári nevében a 2022-es esztendőt is, és hajrá 2023! Köszönjük szépen! Nektek is ezt kívánok! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetéseket látták, vendégeim Juhász Zsófia és Igaz Krisztina volt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ képviseletében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.